estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdekes témákkal készültem, ma is tartsanak velünk. Gyógyuló félben van az a gólya, amit láb- és szárnysérülésekkel szállítottak a Sukorói Vadmadárkórházba megtalálói. A pórul járt szárnyas egy felső vezetéknek repült neki. Ez a gólya egy héttel ezelőtt érkezett a Vadmadárkórházba. A légvezetéknek repült, és a szárnya, illetve az egyik lába megsérült. A lábán már nagyon picike kis sérülés van, használja, és a lábát két napja rá is áll a lábára már. A szárnyát azt még egy picit lógatja, itt is ütés érte, itt ért a vezetékhez. Nagyon sokáig féltünk, hogy áramütés sérte a madarat, de most arra kiderült, hogy szerencsére nem. Tehát ő maradéktalanul meg fog gyógyulni, és vissza tudjuk engedni még hamarabb a természetbe. A gólya alig két napot töltött újra Magyarországon, amikor sérüléseket szenvedett és a Sukorói Vadmadárkórházba került. Madárbarátok találták meg Fejér megyében. Ami furcsa volt a segítőknek, hogy nem repült el, meg lehetett fogni. Rögtön gondolták, hogy baj lehet. Ez valóban így van, ha egy vadmadarat meg tudunk fogni, ott mindig baj van, hiszen ezek nem várják be az embert, félnek az embertől. Az első vizsgálatok azt mutatták, hogy a lábán, illetve a szárnyán van néhány traumás sérülés, és a beszállító elmondása szerint egy légvezeték alatt találták meg a madarat. Ez sajnos elég gyakori a gólyáknál, hogy mivel egy picit nehézkesen repülnek, neki repülnek a légvezetékeknek, tulajdonképpen a két nagy feszültségű vezeték közötti szabadon lengő drótról beszélünk. Ilyenkor nem mindig vesz észre madár, és neki repül. Az ő esetében az egyik lábát, illetve a szárnyát érte a sérülés, láthatóak voltak rajta a vérző nyílt sebek, ezeket elláttuk, és az is látható volt, hogy ezek valószínűleg maradéktalanul gyógyulni fognak. A fő izgalom inkább az volt, hogy az ütközésnél ért áramütés a madarat, vagy nem. Ez sajnos csak az idő fogja megmutatni. Abban az esetben, ha áramütés éri a madarat, akkor a végtagnak az elhalása is bekövetkezhet, amit sajnos a amputálással lehet ilyenkor már ellátni. Ebben az esetben úgy tűnik, hogy szerencséje van a madárnak, vagy szerencsénk van nekünk is, mert áramütés nem történt, a sebek viszonylag jól gyógyulnak, egy picit még lóg a szárnya, de ahogy látni lehetett is, már próbálkozik a repüléssel is ez a madár, tehát azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan visszaengedjük. Akkor nem volt szükség semmilyen műtéti beavatkozásra, csak a sebek ellátására? Nem, törés nem volt, olyan jellegű sérülés nem volt, amit műteni kellett volna. Itt a sebek ellátása az elsődleges feladat, illetve hát antibiotikum árnyékban a fertőzésnek a megelőzése. Ez egy néhány éves gólya, aki pénteken érkezett vissza a területet ismerők elmondása szerint, és vasárnap érte a sérülés, tehát szegény, ahogy visszaérkezett Magyarországra, rögtön bajba is került. Mit lehet tudni egyébként, hogyan érzi magát itt a sok-sok állat között, mennyire eszik? Teljesen jól van, elfogadta a helyét, egy kis röpdébe helyeztük el, flamingó és más vízimadarak társaságában, ugyanis van jelenleg egy csilei flamingónk is, illetve néhány nyárlud, nagylilik és kacsákkal lakik együtt, teljesen elfogadta a helyét, most már csatázik is a táplálékért, tehát amikor beadjuk a röpdébe a halakat, akkor a többiekkel együtt ő is rohamra indul, és megpróbálja megszerezni a saját adagját. Ez azt mutatja különben, hogy teljesen életképes és alkalmas lesz a visszaengedésre, hiszen a visszaengedésnek vannak kritériumai, a sérülés meggyógyítása az, amit mindenki gondol, de hát ez csak egy szempont, tehát értelemszerűen tökéletesen kell repülni a madárnak, tudjon táplálkozni, és meg tudja védeni magát, ezért tartjuk őket csoportosan az elengedés előtt, és hát nagyon fontos, hogy féljen az embertől. Általában az a tapasztalat, hogy egy hosszabb kórházi ellátás során az ápolókat, a gondozókat, meg még akár az állatorvost is megszokja, és onnantól kezdve, ha visszaengedjük elvadítás nélkül, visszaengednénk, akkor hamar újra emberkézbe kerülhetne. Hát ennél a gólyánál attól nem kell félni, hogy megszeretni az embert, hiszen meglehetősen agresszíven támad minket is. Azt gondolom, hogy ő nem túl sokáig kell, hogy itt legyen a kórházban, nem sokára visszarepülhet a természetbe. Ha már az elengedésről beszélünk, akkor ilyenkor hol engedik el? Ott, ahol találták a sérülésekor, vagy teljesen más helyre?
Általában törekszünk arra, hogy a megtalálás helyére visszajuttassuk. Ez nem feltétlenül és mindig van így, nem mindig szükséges, és nem is mindig sikerül. Nagyobb távolságok esetén nem feltétlenül utazunk át a fél országon. Nála tudjuk a megtalálása helyét, ez itt van Fejér megyében, tehát azt gondolom, hogy őt vissza fogjuk oda vinni. De a gólyáknál a fő szempont az, hogy valami gólyás környezetbe, tehát megfelelő élettérre, megfelelő vizes környezetbe juttassuk vissza az állatot, az sem baj, hogyha tudjuk, hogy ott van a párja, akkor a párja közelébe engedjük el. Egészséghetet tartott a Brunswick óvoda, néptánc, finomságok készítése és kirándulás is várt a kicsikre a hét folyamán. Kedden sólymokkal ismerkedhettek meg az apróságok, és az is kiderült, hogy miért nem kell félni ezektől a madaraktól. Aztán mi az, ami nagyon éles még nekik a szemükön kívül? Réka, Oszi és Koyot látogatott el az ovisokhoz kedden az intézmény tematikus hetének részeként. A kicsik rajongással fogadták a madarakat, bár eleinte tartottak tőlük. Az elején rettegtem is, hogy kajának néztek, hogy kajának néznek. De azért megnyugtatott a bácsi, hogy nem fognak titeket megenni, ugye? Mit teszik, azt tudod? Halat, meg kukacot, meg ilyesmiket eszik a madár. Hamar kiderült, félelemre nincs ok. Ezek a sólymok ugyanis nem gonosz, könyörtelen ragadozók, hanem kedves, aranyos élőlények, még akkor is, ha hússal táplálkoznak. Ezt azt tudja a legjobban, aki velük él és az egész életét erre szánja. Kistöleki Gergely az országot járva iskolákban, óvodákban igyekszik megismertetni a madarakat a legifjabb generációval. Van olyan madaram, amelyik emberül is beszél, utánozza a kutyaugatást, libagágogást, rengeteg humoros, vicces történet van, amelyik meg engem a párjának tekint, és hát ezeket tartom fontosnak elsősorban elmesélni, mert rajtam kívül ezeket nagyon más úgy sem mesélni el a gyerekeknek, hiszen velem történnek meg. Ezen felül meg rengeteg általános ismeretet igyekszek átadni a ragadozó madarakról a gyerekeknek, de nagyon fontosak ezek a személyes történetek, mert úgy veszem észre, hogy lelkileg így jobban közelebb kerülnek a gyerekek ezekhez a madarakhoz. Minden nap kell repíteni őket, minden nap kell vadászni velük, ahhoz azért, hogy lelkileg kiegyensúlyozottak legyenek, szükséges, hogy az őszi-téli időszakban minden nap vadászanak, hiszen a természetben is ezt teszik minden nap, és akkor így nincsen földgyűlemlet, adrenalin vagy feszültség bennük. Tehát azért szoktuk mondani, hogy normális emberből nem lesz sólymász, mert nekünk abszolút a madarunkhoz kell az egész életünket igazítani. Mindig a madár az első, minden más csak akkor folytatódhat, hogyha a madárnak a napi igényei ki vannak elégítve. Repülhetett, vadászhatott. Egyébként repülni annyira nem szeretnek, amennyire mi szeretnénk repülni, ha lenne szárnyunk. A réka például, hogyha kap egy nyúlcombot, akkor utána két napig nem, hogy repülni nem hajlandó, hanem arrébb mozdulni se. Ők mind a ketten 10 évesek, ő a réka, ő meg az Oszi. Általában fordítva szokták gondolni, mert legtöbb ember azt hiszi, hogy a fiú a nagyobb és a lány a kisebb, de ragadozó madarak esetében mindig a tojók a nagyobbak és az erősebbek, akár a duplája is lehet a hímnek a tojó. Ez azért van, mert egyrészt a tojó feladata megvédeni a fészket, meg a fiókákat, a hím feladata viszont a család fenntartás, és mivel a kisebb, ezért energia takarékosabb. Nem kell olyan gyakran pihenő időt tartani neki, nem fárad el annyira hamar, tehát jobban bírja ezt az egész napos trapát, hogy ő zsákmányt szerezzen az egész család számára. A harmadik, ő egy hím, őt Koyotnak hívják, mint a préri farkas, ő viszont most lett még csak 1 éves. Színezetben azért más egy picikét, nem tudom, most valahol lehet, hogy itt van mögöttem vagy fölöttem, azt ti jobban látjátok. Mert amíg a fiatalkori tollazatot viseli, tehát más színi, mint az öreg madár, addig az idősebb nem tekinti őt konkurenciának. Tehát ez tulajdonképpen egy védelmi funkciót ellát a fiatal madárnál a fiatalkori színezet, viszont amint ő is átverlik öreg tóruhába, tehát ugyanilyen sötét színű lesz, mint a két idősebb madár, onnantól kezdve nincs kecmecnek, és meg kell harcolni a területért, meg minden falatért. A gyerekek egyébként mennyire befogadóak, és miért tartott fontosnak, hogy megismerjék ezeket a madarakat? A gyerekek nagyon nyitottak egyébként a természet iránt, az állatvilág iránt. Később, ahogy nagyobbak lesznek, szüleik hatására lehet, hogy jobban eltávolodnak tőlük esetleg. De ez egy különleges találkozás, hogy nem csak hogy láthatják ezeket a madarakat, hanem akár 20 centiről megnézhetik őket. Az én madarimat abszolút nem zavarja a gyerekek közelsége. Van olyan a békás szomsos, az mivel táplálkozik?
Az intézmény egészséghetének keretében arra próbál fókuszálni, hogy ne csak az ételekről, mozgásról tanuljanak a gyerekek, hanem az egészségnevelés részeként a környezetvédelem is hamar fontossá váljon számukra. Mennyire most fontos probléma akár az állatok védelme, a természetünk védelme, ezért gondoltuk, hogy esetleg ne csak a városi gyerekek egy madár, vagy mondjuk egy vadgalambbal, vagy egy galambbal ismerkedjenek meg, hanem egy kicsit ki tudjanak nézni a nagyvilágba, és ismerkedjenek meg szélesebb körben azzal, hogy a vad állatok védelme is nagyon fontos. Az óvisok nem csak a solymok mindennapjairól hallhattak érdekességeket, de azt is megtudhatták, milyen veszélyek leselkednek rájuk, és miért fontos vigyázni rájuk. A barátságos délelőtt végén pedig már néhány centire repültek el a gyerekek feje fölött a madarak, és kiderült, egyáltalán nem kell tartani egymástól. Jókat ettek, ittak, mulatoztak a kicsik szerdán az óvodában, ám nem akárhogy tették ezt, tematikus hetük jegyében sok egészséges gyümölcsöt fogyasztottak, salátát készítettek, de mozgásból sem volt hiány, gyermekjóga foglalkozáson is részt vehettek. Mit csinálunk ma? Eszünk meg, iszunk egész nap, bizonyám. A picik legnagyobb örömére a szerdai nap a finomságokról szólt az oviban. Hámoztak, aprítottak, majd a nyársra felszúrva elfogyasztották őket. Mi készítjük el mindazt az egészséges ételt, amit egyébként a dadus nénik szoktak nekünk elkészíteni, de ezt most a gyerekek készíthetik el, ők vágnak, ők mossák, ők készítik a nyársakat, és nagyon nagy élménnyel és nagyon-nagyon szívesen dolgoznak. De nem csak enni szeretik a gyerekek a gyümölcsöket, már most tisztában vannak azzal, hogy miért fontos a fogyasztásuk. Mindig gyümölcsöket eszek, akkor meg mindig még olmát eszek. És hát miért jó nekünk, hogy sok gyümölcsöt eszünk? Hát azért, mert akkor az tök jó a testünk meg, meg a szervezetünknek. Pokolban, lábbal belépsz középre. Az intézményben nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy a gyerekek egészséges ételeket fogyasztanak, és emellett sokat mozogjanak. A mindennapos testnevelés mellett heti szinten jógáznak is a gyerkőcök. Nagyon sok a mese, nagyon sok a növény, az állat, amit ők már ismernek, ezeket utánozzuk, és tulajdonképpen úgy lesznek egészségesek, hogy nem tudatos ez nekik, hanem tehát tudat alatt csempésződik be a kis életükbe. Nyilván a gyerekjog az a felnőtt jogából alakult ki, ugyanazok az alapok megvannak, csak mint ahogy említettem, a gyerekekre szabva játékos formában, illetve én nagyon-nagyon sok történetet, mesét mesélek nekik, és egy mese keretén belül végzik ők ezeket a gyakorlatokat. A gyerekek örömmel mozognak, szívesen vesznek részt a foglalkozáson, és a végén igénylik a relaxálást, ami megnyugtatja őket. Jól éreztünk magunkat, egészségesek lettünk azért. Hogy otthon is folytathassák az egészséghét programjait, a nap végén minden óvodás az aznapi témához kapcsolódó kis füzetkét vihet haza. Az egészséghét keretében pénteken még izgalmas kirándulás vár rájuk. Az egészséghét keretében pénteken még izgalmas kirándulás is várt rájuk. Érdekes új technikák és hagyományos megoldások is szerepet kaptak a Fehérvári Kézművesek Egyesületének tojásfestő maratonján. Az alkotni vágyok együtt készülhettek húsvétra. Zsúfolásig telt a Fehérvári Kézművesek háza, egészen kis gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. Mindegy dolog miatt érkeztek, hogy húsvétra egyedi, különböző technikákkal kivitelezett tojásokat készítsenek. Voltak, akik a modern megoldásokat, és akadtak, akik a népi, hagyományos díszítést választották. A kéz tartása, a viasz csöppenése, tehát nagyon, nagyon sok mindenre kell egyszerre odafigyelni, és nagyon összetett feladat, úgyhogy meg is küzdöttem vele, hát sikerült úgy, ahogy sikerült, nekem ez így elsőre nagyon tetszik. Ugye itt van modern, és van ugye hagyományos technika is. Melyik az, amelyik mondjuk szerinted közelebb áll hozzád? Nekem egyértelműen a népi, a régi technikák, amik szíven tudnak találni. Járok népi játszóházvezető csoportba is egyébként ide, és ott is ezeket igyekszünk megtanulni, elsajátítani, úgyhogy nekem egyértelműen a régi technikák.
A tojásfestő maratont már 9. éve szervezte meg a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Aki eljön hozzánk, az a belépődíjhoz kap 3 darab tojást. Itt a kezemben is ez van, 3 darab kifújt tojást, amit díszíthet. Vannak régi népi kézműves technikák, tehát hogy írókával festik a tojást, itt látni is, ahogy a méhvi azt olvasztják, és díszítik a tojást hagyományos mintákkal. Aztán van olyan, hogy modernebb technika, például patchwork technika felhasználva, vagy pontozással kis nagyon finom mintát teszünk a tojásra. Tehát nagyon sokféle dolog van itt, amit ki lehet próbálni. És nem csak a tojást, hanem ugye a húsvéthoz kapcsolódó tárgyak is megjelennek, tehát lehet kis csibét varni, nyuszit varni, ablakdiszt készíteni, ezer más dolgot még itt. Mire kell odafigyelni annak, aki ezt a technikát választja? Ez a tojásbatikolás, amelyik viasz rátétes eljárás, megrajzoljuk, beosztjuk a tojásnak a felületét, a kiválasztott mintát rárajzoljuk, hideg festéklébe tesszük, és amikor megfogta a tojásnak a felületét, akkor meleg ruhával letörölgetjük a viaszt, mikor már megszáradt a tojás felülete, és akkor gyönyörűen előbukkanik a minta. Úgyhogy ez egy nagyon régi eljárás. Mi mindenre kell odafigyelni, miközben hogy ezzel a technikával készítjük a tojást, és milyen eszközök szükségesek hozzá? Van egy iróka, amit mutatok, egy csövecske, egy részcső, és ezt egy meleg víz, meleg forró viaszba kell tenni, és finoman lehúzni, és úgy lehet a tojásnak a felületét megírni. Hát arra kell figyelni, hogy elég meleg legyen a viasz, ne cseppenjen rá, úgyhogy ügyesnek kell lenni. És ugye az egész kicsi gyereknek ezért nem is ajánlom, mert megijed a tojás felületétől, hogy az nem sik, mint a rajzpapír, megijed esetleg a viasznak a melegségétől, úgyhogy amikor már egy 8 éves a gyerek, akkor nagyon szépeket tud rajzolni. A hagyományos és a modern tojások készítése mellett alkalom volt csibét, nyuszit is varni, vagy fonalból megalkotni. Egy ilyen pompomos fekvő nyuszit, fonal és egy hát a sablonja ugye a nyuszinak, karton és készügyesség. Készültek csuhéból is nyulak, patchwork anyagokból tojások, filcből ablakdíszek. A tojásfestő maraton résztvevői mézes kalácsot is süthettek és díszíthettek a nap során. Második alkalommal szervezte meg a Vörösmarty Színház a Művészeti Egyetemek találkozóját itt Székesfehérváron. A Kőszínház mellett a Pelikán Kamara Színház adott otthont izgalmas workshopoknak és látványos interaktív színházi előadásoknak. Néma játék, erős érzelmek, visszafogott, de hatásos koreográfiák. A Művészeti Egyetemek találkozóján bábszínészek előadásain, interaktív színpadi játékokon, különböző témájú workshopokon és különleges táncórákon is részt vehettek az érdeklődők. A programokat tehetséges fiatal művészek állították össze minden korosztály számára. Vagyunk azt hiszem, hogy kb. 20-an, akik a szervezésben részt veszünk, ugye minden egyes helyszínek van egy felelőse, és hát most, ha jól számolom, a mai nap folyamán kb. Olyan 210 darab résztvevőnk van, akik mindenféle foglalkozásban, színi előadásban, drámapedagógiai foglalkozásban, mint alkotók vagy előadók fognak részt venni. Hogyha mondjuk egy mondatban vagy egy gondolattal kéne megfogalmazni ennek az üzenetét, ennek az egész eseménynek, vagy hogy miért jó ide eljönni, miért fontos ezt az eseményt létrehozni, mi lenne az? A lényege ennek a fesztiválnak az, hogy azok az egyetemisták, művészeti egyetemisták, akik a saját egyetemükön tanulják a dolgaikat, ezek találkozzanak más egyetemistákkal is, és ebből létrehozzunk egy olyan dolgot, amit a színművészetiről, a táncművészetiről, a moméről, a képzőről,
bár más művészeti ágakból összehoznak egy olyan projektet, és amit direkt nem mondtam még, hogy ezeknek a próbái is folynak. A holnap délutáni gálán ezeket fogjuk látni. Tehát ami a lényeg ennek a fesztiválnak, hogy azokat a művészeti egyetemistákat, akik a saját területükön dolgoznak és tanulnak, és sajnos a hétköznapokban nem találkoznak más művészeti ágakkal, ezeket itt ebben a három napban össze tudjuk hozni, és tudnak alkotni együtt valami olyat, amit akkor és itt ez alatt a három nap alatt tudnak begyakorolni, és aztán előadni nekünk. A MET széles kínálatának visszatérő műsorelemei a különleges előadások. A bábszínészek például olyan technikákat alkalmaznak, ahol ők maguk is látszanak, mégis úgy keltik életre a tárgyat, hogy ez a néző számára fel se tűnjön. A színművészetire járunk, és bábszínésznek tanulunk, és most vagyunk másodikosok, és az első fél évben bábmesterség órán az volt a feladat, hogy Beckett egyik némajátékát dolgoztuk fel bábbal. Tehát egy szó nem hangzik el ezekben a mini előadásokban, de egy ember tehetetlenségéről és kilátástalanságáról szól, és szerintem ez nagyon izgalmas. Úgyhogy ezt megcsináltuk az előző fél évben, és most elhozhattuk ide a MET-re. Hogy jön valakinek az, hogy ő pont bábszínész szeretne lenni? Hát nagyon sokan nagyon keveset tudnak erről, mindenki csak azt gondolja, hogy a paraván fölött nyuszik és madárkák szaladgálnak, de ez egyáltalán nem igaz. Itt például pont egy olyan technikát alkalmazunk, aminél pontosan látszanak a bábszínészek is a báb mögött, de épp az a lényeg, hogy az ember ne az emberekre figyeljen, hanem a bábra. És mi ezt tanuljuk. És igazán izgalmas dolog, mert nem te állsz a színpadon, vagy nem a te hangod, vagy nem a te szépséged a lényeg, vagy nem a te tehetséged, hanem az a lényeg, hogy át tudod-e ezt adni úgy, hogy nem te mondod el, hanem egy másik lény, egy halott dolog, amit te keltesz életre. Szóval szerintem ez a csodálatos benne. A Színművészeti Egyetem tanulói olyan műsorokat hoztak magukkal, amik szó nélkül is magával ragadják a nézőket. Mi a drámainstruktor szakra járunk a Színművészeti Egyetemen, most vagyunk másodévesek, és négyünknek a projektje volt, hogy a bábosztállyal csatlakozzunk ezekhez a jelenetekhez, és közösen hozzunk létre valamit. Ők hozták a jelenet részét, mi pedig drámainstruktor szakon azzal foglalkozunk, hogy a közönséghez és a nem színházi alkotókhoz hogyan lehet közelebb hozni a színházat, a színház csinálást, illetve a színházi élményt. Illetve ebben az esetben konkrétan azokat a jeleneteket és azokat a témákat, amiket Beckett Néma játéka felvet. Így hosszas agyalás után Végvári Vikivel, a mentorunkkal végül arra jutottunk, hogy egy interaktív játszóteret hozunk létre a jelenetek közé, ami nagyjából azokon az érzelmi státuszokon viszi végig a nézőket, akik itt aktív szereplőkké válnak, amit a jelenetben a főszereplőnk, a főhősünk is különböző szakaszokban és minőségekben átél, és így egy ilyen értelmetlen Beckett játszóteret hoztunk létre, 2x12 szürke dobozzal, amelyiknek mindegyike egy-egy interakciós lehetőség. Mégiscsak becsatlakozni a színpadon egy ilyen játékba, azért az úgy vagy rémisztő lehet, vagy egy nagyon szuper dolog. Mi az általános észlelésetek ezzel kapcsolatban? Hát nekünk az nagyon fontos, hogy olyan lehetőségeket kínáljunk, amiben mindenki olyan annyira tud részt venni, amennyire ő maga szeretne, tehát nem forszírozunk senkit arra, hogy ő most reflektorfénybe álljon, vagy szerepeljen, sokkal inkább az a lényeg, hogy saját maga szerezzen magának egy élményt, és amikor, hát ezt is tanuljuk, vagy hogy hogyan lehet biztonságosan bevonni olyan embereket, és nem feltétlen szerepléssel, de ez a forma, ez egy kifejezetten különleges dolog, tehát mi nem is vagyunk ott, mint vezetők, általában ott szoktunk lenni valami játékot vezetve, vagy gyakorlatot, vagy amikor tréninget, vagy workshopot tartunk, de ennél az esetnél abszolút az van, hogy mi csak egy
játék lehetőséget kínálunk számukra, és egyáltalán nem vagyunk jelen, tehát nincs is ez az ilyen felülről irányított dolog. És az az igazság, hogy az emberek szeretnek játszani. De, hogy így, amikor jöttek és amikor nézték, eddig nem sokat tudtuk még csinálni, de nagyon szívesen vesznek részt ezekben, és nagyon szívesen fedeznek fel, és szeretnék egy kicsit gyerekek lenni, még akkor is, ha komoly témákról gondolkoznak közben. A színes programok, színházi előadások, koncertek, kiállítások és drámafoglalkozások egytől egyig nyitottak voltak a város és vonzás körzetének lakosságára számára egyaránt, és sok érdeklődőt vonzott a fiatalos művészeti fesztivál. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!